Üdvözlök mindenkit, szevasztok srácok, illetve lányok, itt a Rusz, és folytassuk tovább a G5-öt! Méghozzá rendőrmód, de kértétek, hogy legyen benne magyar dolog, úgyhogy lesz benne. Megcsináltam a ruhát, de nem megy. Fogalmam sincs, hogy miért, úgyhogy megmarad a ruha ez. Volt benne magyar rendőr ruha, sajnálom, valamiért nem működik, akármit csinálok, nem tudom működése bírni. De van rendőrautó több fajta is, láthatjátok. Úgyhogy ezt kértétek, ezt így beletettem, úgyhogy ezzel fogunk menni. Magyar mentőt is tettem bele, a magyar mentő ruha érdekes működik, tehát ugyanúgy kell magyar mentős ruhát, mint a rendőrt, úgyhogy fogalmam sincs. Ha láttok majd mentőt, akkor jó, hogyha olyan feladat lesz, vagy olyan call-out. Ha nem, akkor majd legközelebb megmutatom. Még raktam bele érdekes dolgot, azt majd későbbre tartogat, úgyhogy folyamatosan fejlődünk, de nagyon mást nem pakoltam bele, mivel hát sajnos nem volt időm. Lassan haladunk, de biztosan, az a biztos, hogy lassan szokták mondani. Picit félretévet, ezt kértétek, úgyhogy ezzel foglalkoztam, nem tettem bele. Most kutyát akartam, még járőrt, meg még dolgokat. Egyelőre ez most így, mivel párhuzamosan a másik csatornára is készítem a kontentet. Plusz ide, erre a csatornára is csinálok olyan videókat, amik brutálisak én szerintem. Remélem, hogy nektek is tetszik, ha egyszer elkészül. Nem GTS, nem Fortnite, de rengeteg bunka volt vele. Még meg kell vágni. Azt elég régóta készítem. Hamarosan majd jönni fog. Ezerrel menni kell, mert elvileg egy kutya beszorult egy kocsiba. És meg kell menteni az állatot. Szóval lehet beszélni az emberre. Oké. Magyar rendőr vagyok. Na. Nézzük. Hol a kutty? Y. Oké, és forgot my carry, officer please. Benne hagyta a kocsit. A kulcsot. Nem volt őszinte, és ideges a sofőr, kiírták. Hoppá, lehet hazudik? Lehet a kutya mindjárt megdöglik, basszus, úgy, hogy konkrétan a gazdája nem is bent felejtett a kulcsot, hanem valami más probléma. Ki kell kérdezni az embert is. Akkor nagyon gyorsan hívunk egy olyat, aki kimenti a kutyát, és megnézzük, hogy meghalt-e vagy nem. És most ezt elkezdem kérdezni, hogy mi a hézag, mert nekem nagyon gyanús. Ezt, hogy benhagytad. Oké, elkérjük a dolgokat gyorsan. Jó. Nem iszok alkoholt. Mindegyik ezt mondja. Mindegyik így kezdi. Jó van, nem drogozik. Persze, semmit nem csinál. Ő itt a jó fiú. Akkor miért voltál ideges? Semmi illegális nincs, nem akar a börtönbe menni. Az nem azt jelenti. Oké, és akkor egyébként megnézzük, hogy mit csinálnak a kutyával, meg tudják-e menteni. Meghalt a kutya? Az okozta a halálát, hogy leesett egy valami magasból. Tehát egy performer. Meghalt a kutya. Meghalt a kutya? Tehát ez hazudott. Olyan szinten hazudott. Na várjál, mit csinálsz? Nem a te bizniszed, nem rád tartozik. Ez, hogy nem rám tartozik, akire tartozna? Honnan jöttél? Munkából. Hová mész? Barátomat látogatom meg. A túrót látogatod meg. Maksz a celládat? Szóval neki már volt problémája korábban. Várjatok, gyerekek. Mindent is kikérdezünk. Viszont most. Mikor ittál utoljára? Tegnap. Tegnap ittál. Akkor azt tudja, hogy iszik most is. Gyors, instant, teszteljük le. Elszalad. Nem engedte, hogy leteszteljem azonnal. Azonnal egyet. Egy lokált. Gyerekek, el akart szaladni. Kezeket fel! Míg jönnek a rendőrök, nem az dúljon. Mert lövök is, az sokkoló élmény lesz. Várj, ezt elviszik legalább. Most már átváltok pisztolyra, hogyha valamit
csinálni, akkor itt probléma lesz. De mi van? Nem akar kijönni onnan, de miért? Hallod, öreg? Gyere már ki onnan. Rád vágok egyet. Kicsit bebágzódott oda, szegény. Kezeket föl. Térdelj le, feküdj le, minden is. Úgy. Melyik őrült hagyta bent a szirénát? Talán hangos, megsüketülök. Jó, ez megvan. Én fogom magam elvinni. Most ez a másik mit csinál? Maradj már itt, ember. De meghalt a kutya, nem igaz már. Hol a legközelebbi börtön? Jó. Öcsém, szegény kutya. Oké. És akkor ugye itt két opciód is lesz. Te viszed be, te kíséred be, vagy társad. És hívunk egyet, egy társunkat, srácok, és akkor majd bekíséri ő. Itt a falszer, ugye? Oké, beszélgessünk. Ez megőrült, ha valaki biztos bűnöző, azért szaladgálott. Azt mondja, hogy őt követi valaki. Szóval mindjárt meg lesz az információ, hogy ki az. Oké. Oké, és akkor keresünk valakit, aki őt elvileg követi. Most már a kamera felvétel kész, megnéztük, megvan a lokáció az emberről. Hát ugye azért az brutál lehet, mert ha valaki követ, az le is gyilkolhat, le is üthet, ki is rabolhat. Megnézzük, hogy tényleg igazat mondott-e, vagy mi történt, mert ugye nem tudjuk, míg nem bizonyosodunk meg dolgokról. Szóval megvan már az ember, akit keresünk. Srácok, mindenképp lájkoljátok a videót, hogy folytatásért, és iratkozzatok föl, és hagyjatok egy kommentet. Legyen meg az 1000 lájk a videón. Köszi! Sietek, mert nem érek rá most. Szóval itt lesz az emberke. Most kicsit hangos lesz az, hogy mit segíthetek neked. Report fel. Annyira gyorsan állapozott, hogy elvileg ez azt mondta, hogy nem csinált semmit. Neki tiszta, tehát hogy ő mond igazat. Legalábbis itt az oldal azt írta. Aha. És én is elmondom, hogy ez valószínűleg hiba lesz. Tehát akkor az a faszi hazudott. Az WTF. Na várjál, akkor vissza. Vissza az egész, vissza hozzá. Akkor miért hazudott? Be van drogozva, vagy ivott? Tehát valami a kettő közül biztos, hogy kellett, hogy legyen, hisz azért ilyet senki nem talál ki magától, ha csak nem őrült. Tehát az már megint egy másik dolog. Öreg, állj meg! Valami nem stimmel itt. Így van. Sajnálom. Oké, ide van írva, hogy az csak amit akarok. El is engedhetem, mert hogy ez egy tévedés volt, de azért leellenőrzöm, az a biztos. Tehát... Én azt mondom, hogy miért elküldeném. De miért ezt a nőt? Na várjál. Hopp. Ott már valami probléma van. Fószerra. Amanda, de miért ezt a nőt állítja meg? Itt áll mögötte, hallod? Nem ezt akarom, a fószer. Na most. Ez a nő minek állt ide? Hoppá! Úgy tudtam, magasabb, úgy tudtam, ivott. És hazudott is. Na most el lehetett volna engedni. Mert el lehetett volna engedni, hogy ő nem csinált semmit, elnézést, tévedés, mehet mindenki, amerre lát. De hazudott, mert ő ivott, hazudott, hogy őt üldözik, úgyhogy viszem is magammal ezt a bűnözőt. Nem tudom, szerintetek jogos, hogy bevisszük? Nem mondom, hogy börtönbe jut, de azért mit tudom én. Egy pár órára, vagy napra, egy éjszakára saját magam viszem be. Mivel azért nem fogjuk lecsukni azért, mert ivott. De azért a kollégák majd kikérdezik, hogy mit a dolog.
Berakjuk addig egy cellába, érezze törődést. Itt hagyjuk, így. Majd jönnek önért, aztán kikérdezik. Nekem meg dolgom van már. Hallod, Lajos? Kérdezz már ezt embert. Ne nézz így. Te vagy a Soros? Most kiléptem, mert voltak problémák, de nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy figyeljétek. Plusz magyar dolgok jönnek folyamatosan. ...köséget és a vonatra várakozókat, hogy a menetrendszerén 10 óra 34 perckor Budapest keleti pályaudvar... Jó, nem? ...Iszai Ferenc felől érkező és Debrecen Szolnokon át Budapest nyugati pályaudvarra induló Dália Intercity vonat előreláthatólag 20 percet is. Kérjük szíves türelmüket és megértésüket. Ennyi. Még ez is magyar, minden. Szóval valami bunyóra jövök, és hát ez így is igaz. Oké, sokkoló. Álljon meg, uram! És megtámadott a nő. Ezt nem akartam, orba. De miért vágja mindig orba? Most meghalt, mert orba vágtam, ne idegesíts. Álljon már meg, uram, mert így nem tudunk beszélni, és prób... Nézze! A rendőrt megtámadja, abból baja lesz. Álljon meg, belövök. Én szóltam, de most nehogy azt mondta, hogy belehaltak. Belehaltak? Az én beleütöttem. Ahogy az a másikot, a harmadikat, azt a csíkos fősőst, az nem csináltam semmit. Szerintem azt agyon verte és meghalt, vagy átment rajta a kocsi. Hát itt ez így ennyi lesz, csak azt nem értem, hogy akkor még mit jelez. Tehát néha nem értem ezeket a dolgokat, hogy... Itt ez a terület, meg kell keresni, akik verekednek, megvan, mind a három fekszik, és még mindig sárga. Jó, hívunk egy alattas kocsit. Akkor ez így annyi mindegyik. Kellett, vannak olyan táblák, amivel forgalmat le lehet állítani, vagy lassítani, és nincsenek még benne, és konkrétan most így teljes káosz van az út közepén, de hát mindegy. Jó kis animáció. Szóval kicsit WTF azért, gyerekek, nem? Mindegy, majd... Úgy nem tudom, mi a neve annak a módnak, úgyhogy... De ez így WTF. Oké, és elvitték a másodikat, most el fogják vinni a harmadikat is. Ennyi. És még mindig ebben a sárgában vagyok, már meghaltak az emberek, már elvitték őket, és még mindig nem tűnik el ez a sárga soha, örökké itt marad addig, amíg nem lesz egy új call-out. Még csak most veszi elő az WTF. Pedig azt mondta a dispatcher, hogy... Azt mondjam, tegye le a fegyvert, mert itt megsérülhetnek többen is, és ezt nem szeretné senki. Jó, nem rakta el. De azért miért kell káoszt csinálni, mert lövök egyet az istenit? Rendőr vagyok, hát megtehetem. Jó, csak vicceltem. Uram, takarodjon innen egy kicsit. Köszi, nem fogsz meghalni. Mi volt a probléma? Attól féltem, hogy nem teszél a fegyvert, meghal az ember. Lábon kellett volna lehet lőni. Na mindegy, akkor még rám lő, és akkor megint ott tartunk, hogy lelőhetem. Azért főtehet, nem értem, nincs benne így realisztika, vagy nem tudom, hogy főtehetni a kezét, ha már tényleg itt az ember, itt a rendőr, eldobhatná a fegyvert. Kicsit realisztikus legyen, nem ugyanúgy ott áll, aztán lövöldözik. Szóval 6 hónapja nem ivott, ugye kiderül, hogy igaza van-e. Hát, inni ivott most is, de még a megengedett alatt van. Nem drogozott, jó, akkor menjen innen, az csá. Ennyire egyszerű. Kocsi, az tropára ment. Most a másik embert is megnézzük. Oké. Okay. Colin Dixon. Vezető engedély, jó. Csen semmi. Körözés most. A taxis meg nem bír elmenni, majd figyeld a bugot. Nézzük. Nem ivott, valószínű, nem is drogozott, és akkor el is engedhetjük. Tényleg, mert a forgalom csak áll. Na mi van? Jó, full negatív, menjen, ő viszont menjen gyalog, mert már nincs pénzünk taxira. Jó, figyelj, a taxi sírsz. Megnyílt az út, és még mindig. Hoppá, fegyver van a nőnél. Ez nem lesz jó. Nem akarom megölni, azt mondjam, úgyhogy nagyon gyorsan takarodjon innen. Mi az Isten volt ez a bug? Gyorsan, gyorsan! Várjál, gyors egyet. Hívok egy SWAT-ot! Az lenne jó, hogyha nem kéne megölni.
Tuti itt fog lőni, figyeld meg. Én nem lövök vissza. Álljál már meg! Hát nem hiszem, hogy nem lehet letartóztatni. Az anyádat akkor. Dobd már el azt a rohadt fegyvert, mert még nem döglesz meg. Jó. Oké. Okay. Nem tudod, nem lehet letartóztatni egy fegyverest. De miért? Valamit rosszul csinálok. Elloptak egy itemet tőle. Nézzük. Oké, okay. Kiraboltak. Tudsz bármit mondani. Azt mondja, van egy laptopomon GPS követő, és akkor hasznos lehet. Nyomunk egy szirénet, hadd örüljön. És ezen a területen belül lesz. Az a baj ezzel a magyar kocsival, hogy jól néz ki meg minden. Egy kocsiban van a az elkövető, hogy a súlypont olyan furán van megoldva ennél az autónál, hogy fél másodperc alatt felborul, úgyhogy kicsit ezen változtatni kellett volna, mert nem érzed, hogy nehéz lenne. Ez lesz az, ez lesz az, ez lesz az. Várja. Mit akarsz? Legyem a szirénet, hogy kiég az agyam. Először csak sokkoló fegyver. Igen, bla bla bla. Megkeressük. Semmilyen kérésemre nem fog válaszolni. Nincs semmi bizonyítékom, hogy ő. Még laptopa is lekövettük. Hazugság. Technológiai mindig tévednek. Manapság. Majd meglátjuk. Viszont remeg az ember. Úgyhogy szálljon ki, mert én kitépem, ezt nagyon csúnya vége lesz. Nem tudom elhinni, hogy egyszerűen mindenki beragad. Ez anyád minden itt takar egy kökötyből. Na jó, csak viccettem. Szóval, kezeket fel! De ilyen nincsen. Hogy mindenki menekül, és ott a rendőr, figyeld a rendőrtársam. Szerinted segít, ott ül. Hát de nézd meg, hogy... Nem akarok lőni, de az fájni fog. Mellé lövök, állj már meg az istenedet! Megint hívni kell valakit. Aki megállítja. Én nem tudom, más rendőr meg tudja állítani, de ez miért van? Istenit. Backup needed in, Vespucci. Vespucci Beach-hez kérek egy rendőrt azonnal, mert ez nem áll meg. Mozogjon. A szarrá sokkoltam, mert mindjárt meghal. Azt mondjam, be van kerítve már, ne remegjen. Álljon már meg. Ez is csak sokkolja. De neki miért teszi fel a kezét? Miért jobb rendőr, mint én? Nem igaz már. You have the right to shut the fuck up. Nekem miért nem állnak meg? Szóval kihívott minket. Fószer, patrol. Na nézzük. Mit akar az űrge? Hát ez a nő hasonlít rá előzőre. Na várja. Sajnálom. Szóval, hogy lopott? Aha, tehát a nő lopott valamit. Jó, meg át kéne kutatni, hogy van-e nála valami. Y-nal tudunk vele beszélni. Mindjárt megnézzük, hogy igazat mond-e. Nem loptam el semmit, ő hazudik. Nem az a baj, hogy lopott, hanem hogy ha lopott és letagadja, az a probléma. Jó, mondjuk az is probléma, hogy lopott. Ez is furán jött ki. Megnézzük, nagy értékű lopása vagy nem. És te érted, ellopott egy csokit. Valami. De miért ez adta ide izét? De komolyan mondom. Te ellopott egy csokit, azért nem fogja senki lecsukni. És te érted, nagy értékű lopás. Az már probléma. Főleg, hogyha tagadja is. Fegyverengedélye van. Nagyszerű. Katie a neve. 91-ben született, de úgy néz ki, mint valami 50 éves nő. Azt mondja, hogy megkérdezem. Ivott-e? Nem iszok alkoholt. Azért én még megkérdezem, hogy őszinte lesz-e. Nem drogozik, mert nem akar meghalni.
nincs rajta semmi illegális, hazudott-e vagy nem. Stolen item, hoppá, ellopott valamit, hazudott. Hazudott. Mivel nem mondott igazat, ezért bevisszük. Ott majd megbeszéli a rendőr őrsön, mi a problém, meg mekkora volt a kár. Ezért megnézzük, hogy drogozott-e, és ebbe is hazudott esetleg. A rendőrség félrevezetés, ez mindig bűn. 0% alkohol, 0% drog, gondolom. Akkor tényleg nem drogozott, csak kellett neki csokis kuglafaz, egy liter tej, azt ellopta. Ok, ezek a callout-ok, mert ezek múltkor nem voltak, tehát ezek így újak. Oké, és szerintem szólunk valakinek, hogy ő az, aki elvigye. És akkor jönnek érte. Srácok, megvan ez is. Ez jó pofa volt. Taxit kell keresni, és lehet, hogy van. Oké. De van mögötte valaki, nem? Jól látom? Valaki ül mögötte. Valaki ül mögötte, basszus. Nem? Ah, help. Igen, gyerekek, ha van mögötte valaki, azt meg kell menteni azonnal. Még egyet kérek le. Basszus, nem hallhat meg. Most az vigyázzik-e, mert van egy civil is vele. Az a hülye rendőr beakadt szerinted. De várj, így eltűnt. Elvesztettem. Vége van? Azért megfordultam és megnézni a rendőrtársam, ne idegesíts, de jobbra ment. Hát most merre ment? Ott a taxi. Dehogy tűnt el, és akkor most mi van? Vége van? Ó, megállt. Álljon meg! Egy pillanat! Szálljon ki! Hol van az ember? Hol a másik ember? Szálljon már ki! Ez nem is az a taxi. Mert nincs. Nincs itt az ember. De gyerekek, hol van? Hát ott ült egy nő mögötte. Visított. Azért, mert hogy eltűnt a kocsim, történt úgymond egy ilyen váltás, ezért nem láttam hátul a nőt. Jó, elkaptuk ezt, srácok. Azonnal, mert a fegyverboltot ki akarják rabolni. Egyedül lehet kevés leszek ide. És fegyveresek akkor, gondolom már lehet megszerezték a fegyvert. Baszki. Aja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 j
Hát itt lőni kell, ha akarok, ha nem. De most miért nem találta-e? De hát kapott! Hát kéne erősítést kérni. Nincs időm. Egyedül kell megoldanom. Meghalt ez is. De most akkor nem halt, de ne idegesíts, hogy nem halt meg. Miből van ez? Meghalt. De most akkor mi az a piros? Még vannak itt kint emberek? Mi az a lövöldözés? Ben a boltba. Most az egy... Az egy rendőr? Az mit öltem meg ott? Olyan gyorsan tört. Az most egy rendőr volt? Vagy lehet, hogy megöltem a izéjét, fegyver... Az a boltos volt? Na várjátok, gyerekek, leöltük a boltost. És hirtelen azt hittem, az is gonosz. Hát most nem engem lőtt? Vagy ez csak a másikat akar? Végül is elintéztük. Egyedül. Hát majdnem meghaltam. De sikerült megölnöm mind a négyet, meg lehet az árust is. Nem tudom, hogy ez az árus volt, vagy az is egy bűnöző. Annyira gyorsan bementem, lövés, boom. Tehát időm nem volt gondolkozni. Jó, srácok, illetve lányok, ennyi lesz ez a rész. Kélek, lájkold és iratkozz föl. Mindenképp durrancs egy kommentet. Én Arausz voltam. Legközebb találkozunk. Szevasztok.